A megmérettetésen FAD mellett részt vettek tolnai és bogyiszlói fiatalok is. A labdarúgó torna ötlete tavaly novemberben fogalmazódott meg a szervezőkben. A faddi csapat minden évben szerepel a Tolnai Széchenyi István Általános Iskola által rendezett Egészségkupán, ez adta az inspirációt. Általában ezek a gyerekek már azért jó ismerik egymást, hiszen nem csak ezekről a kupákról, hanem más egyéb kupákról is, mint például a Bozsik Fesztivál, ugye fogunk egymással még találkozni, ők már nagyon jó ismerik egymást, és azért nagyjából ugyanazok az eredmények szoktak születni, nagy meglepetés szerintem nem lesz. A gyerekek nagyon szeretnek egymással küzdeni, edzeni. Fontos, hogy versenyhelyzetbe kell őket hozni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a támogatóknak, akik ma nagyba hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a labdarúgó tornát le tudjuk bonyolítani. Szeretnék köszönetet mondani a Tankerületi Központnak, hiszen ők ugye nagyban anyagiakban is támogattak minket. Szeretném megköszönni ugye az iskola vezetésének a sok segítséget, kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek egyaránt, akik a mai nap sikerességéhez úgy gondolom, hogy hozzájárultak. A kupát a Faddi Gárdonyi Géza általános iskola otthon tartotta, 10 pontot szereztek a mérkőzések során. Szerintem nagyon jók voltunk, az utolsó perc, az a gól, az nagyon jól jött. A faddiak középpályása kiemelte, az ő pozíciójában szükséges védekezni és támadni is. Nagyon jó volt, eddig szorosak a meccsek is, tök jó ez a nap. A hazai kapusát a csapattársak ismertatták. A kapus számára a legfontosabb szerintem az, hogy jól védjen, legyen jó a kesztyű, legyen jó tapadós, mert még hogy a hátsó védelem is jó legyen. A tolnai Vosinszki Mor Általános Iskola végzett a második helyen. Nagy László védőként erősítette a gárdát. Ne engedje a labdát átvinni, ne engedje őket gólt lőni, és minél jobban védekezze, meg tolja ki őket. A tavaszi labdarúgókupát idén először rendezték meg, azonban a szervezők bíznak benne, hogy nem ez volt az utolsó ilyen alkalom.